mit tartalmaz a 2014-es költségvetés beruházás oldala? Hát a beruházás tekintetében az egyik legfontosabb beruházási kérdés, én úgy gondolom, a Szent István utca és környékének a vízzel való telítettsége, illetve az esőzések folyamán fellépő igen magas vízállás, ami mind az úton, mind a patak tekintetében megjelenik ezeken a területeken. Ezt mindenképpen rendeznünk kell. Erre minden szándék az önkormányzatnak megvan. Én azt gondolom, hogy a pénzügyi források is rendelkezésre állnak, hiszen ez egy olyan problémát jelent, ami az embereknek a mindennapjait keseríti meg. És adott esetben fordult már sajnos olyan elő egy-egy nagy májusi zápor után, hogy a Szent István utcában lakó emberek a saját házukban mondjuk comb középig sétáltak a saját lakásukban, ami én azt gondolom, hogy kevés elkeserültébb dolog van ennél, miközben az ember teljesen tehetetlen, egy olyan természeti csapás következtében került ilyen helyzetbe, hogy ezt valamilyen módon kezeljük. Az önkormányzatnak ez, én azt gondolom, kiemelt feladata, hogy ezt kezeljük és rendezzük. Nem gondolom, hogy nagyon sok probléma van, tehát mindenhol mindenkinek megvan a saját problémája, de én azt gondolom, hogy ami anyagi javakat, az embereknek sok-sok éven keresztül megdolgozott anyagi javait veszélyezteti, azért szerintem kiemelt figyelmet érdemel. Nyilván vannak egészségügy, közbiztonság, ami hasonlóak, de az, ami akut probléma, én azt gondolom, hogy ez mindenképpen elsőbséget élvez. Mi lesz a megoldás? Hát a megoldás az az, hogy azokat a csapadék elvezető rendszereket, ami például árkokat folyamatosan megfelelően karbon kell tartani, valamint egy olyan árvízvédelmi tározót kell létrehozni, ami mondjuk nagyobb csapadék esetében egy ilyen puffertárolóként működhet, és a havári ideje alatt a felgyülemlett hatalmas mennyiségű vizet le tudja foglalni addig, ameddig mondjuk a Szent István utca környékéről a víz normálisan rendezetten el tud folyni, és ezáltal szépen utána ebből a tározóból akár átszivattyúzással, akár gravitációsan el tud folyni, és ezzel meg tudjuk azt akadályozni, hogy az emberek még egyszer olyan helyzetbe kerüljenek, mint talán 2-3 évvel ezelőtt egy nagy májusi esőzés során. Erre minden szándék az önkormányzatnak is megvan, tervek is készültek természetesen már erre. Nagyon sok problémánk van, mivel a víz az nem az önkormányzati, a patak nem az önkormányzat kezelésében áll, és hát a vízügyel és mindenféle ilyen állami hatóságokkal kapcsolatba kerülni, az mindent jelent, csak a gyors munkát nem jelenti, és ezt próbáljuk minden létező módon felgyorsítani, alpolgármesterről folyamatosan ezen dolgozni. És tulajdonképpen az előbb említett problémakörhez tartozik a Szent István út ezen szakasza is. Itt mi lehet a megoldás? Tehát ezen a területen valóban a legnagyobb problémát a csapadékvíz jelenti, és mint lehet is itt látni mögöttem, a Szent István utcának a legmélyebb része az innen néhány száz, talán 200 méterre, 150-200 méterre található, ahol összegyűlik az a csapadékvíz, ami az Aponyi, Kazinci utca és az Árnyas utca felől az Ady Endre utca szakaszán gyakorlatilag leömlik erre a részre, és a Szent István utca 60 szám környékén, a legmélyebb pontján felgyűlemlik. Ha ezen a területen nincsen teljesen kitisztítva, megcsinálva a csapadékvíz elvezető árok, akkor igenis az a víz, ami mindenhonnan összegyűlik erről az útfelületről és a fölöttünk lévő utcákról is, ez a víz felgyűlemlik, és gyakorlatilag olyan állapotokat idéz elő, hogy akár egy méteres víz is lesz, és az embereknek az ingatlanjait és az értékeit veszélyezteti. Ezeket az árkokat karbon kell tartani, erre a falugazda csoportot, illetve a városgondnokságot minden létező módon megpróbálom megkérni, és nem mondom utasítani, mert nem utasíthatom őket, de mindenképpen a városgondnokság vezetőjén keresztül próbálom ezt a területet megfelelően ellátni ilyen tekintetben, hogy megfelelően karbantartottak legyenek ezek az árkok, hogy egy esetleges nagy csapadék, ami májusban általában előszokott fordulni, idén is volt, de hál' Istennek problémát nem okozott, megfelelőek legyenek. Idén felkészült volt a városgondnokság, és én azt gondolom nagyon sok tekintetben, homokzsákokat is osztottak az embereknek, hogy esetleg az útról, az ingatlanokra befolyó víz ne jelentsen problémát. Idén hál' Istennek ez nem jelentett ilyen gondot. Még néhány helyen talán lehet látni, a homokzsákok még kint vannak, de idén nem volt akkora csapadék, ami olyan kardinális problémát okozott volna, mint néhány évvel ezelőtt. Szent István út, Dózsa György út által, utca által beátárolt területen vagyunk. Egy rendkívül impozáns terület, ami nem túl nagy munkával akár még park is lehetne. Hát erre a területre a képviselőtestület már az előző ciklusokban kész tervet is készített. Egy nagyon-nagyon szép kis parkot lehetne itt ezek alapján, a tervek alapján megcsinálni, és még, ha jól emlékszem, ilyen költségbecsülésben is ilyen 50 millió forint, 50-80 millió forint körüli összegben megállna ez az egész park.
ami azt gondolom, hogy nagyon sok Török Bálintinak a kikapcsolódását, pihenését szolgálhatná. Képzeltünk ide egy kis futópályát, egy olyan területet, ahol az emberek kicsit kikapcsolódhatnak, olyan kis asztalokat, vagy akár ilyen közpingpong asztalokat, ahol ilyen összeverbúválódott társaságok jó sportolhatnának, beszélgethetnének, és azt gondolom, hogy ilyen közösségi helyekre nagyon szükség van Török Bálinton. Ez a környező településeken amúgy különben meglehetősen jól látszik, hogy azok a közösségi sport és rekreációs parkok, amik vannak, nagyon jól üzemelnek, nagyon jól működnek, és azt kell mondjam, hogy Török Bálintnak fel kell zárkozni ezekre a területekre. Több ilyen területet ki kell alakítani a településen, egyet mindenképpen, de én azt gondolom, többre lenne igény, hiszen azért a település meglehetősen nagy, már Török Bálint méretében, és azt gondolom, hogy a lakosság pont jól el tudna helyezkedni ezeken a területeken, és ki tudná használni ezeket a közösségnek a számára nyitott közparkokat tulajdonképpen. 58 millió forint az első hangzásra, ez egy kicsit drága. Mi az, ami első ütemben megvalósulhat kisebb költségekből? Én azt gondolom, hogy az első olvasatban én szerintem egy kicsit oda kell figyelni ezekre a területekre. Tehát megfelelően karbantartani, nyírni, ápolni kell ezeket a területeket, föld egyenlőtlenségeket ki kell simítani, ezeket a területeket megfelelően nyírni. Például ez a terület Török Bálint egyik legforgalmasabb megközelítési útvonala ért felől, aki jön ezen a területen, jön keresztül, látja, érinti ezt a területet, és ne adj Isten, mondjuk erre a területre érkezik egy valamilyen befektetni szándékozó vállalkozó Török Bálintra, ha itt egy szép környezetet, egy szép parkot talál, akkor azt gondolom, hogy mindenképpen a település iránt is megnő a bizalom, hogy lám, milyen jó környezet van itt. Lehet, hogy érdemes lenne ennek a területnek, ennek a városnak a környezetében bármiféle befektetésben gondolkodni. Én azt gondolom, a település marketinghez ez is hozzátartozik, hogy kiemelten figyelünk azokra a várost megközelítő be- és kivezető utakra, amelyek potenciális olyan látogatókat fogadhatnak, amelyeken az is nagyon sok esetben sok minden múlik, akár iparűzés, későbbi iparűzési adóbevétel, de akár csak az, hogy a városról milyen jó hír terjed el az országban. Ez én azt gondolom mindenképpen rendkívül fontos. A helyi közösség számára megújulásra kerül a focipálya. Mik a tervek? Hát a képviselőtestület döntött már a focipályának a rendbetételéről. Ez én azt gondolom most a nyár folyamán valóban végső stádiumába ér, tehát elkészül, és én utána bízom benne, hogy baráti társaságok, gyerekek nagyon jó helyszínként fogják ezt használni. Én csak egyet szeretnék mindenkitől kérni, hogy azokat a közösségi tereket, játszótereket, parkokat, ebben az esetben most mondjuk a focipályát, vigyázzon rá mindenki, mert a Dózsa-György utcából nagyon sokszor kapok telefont, a városőrségként is, meg mint képviselő is, hogy nagyon sokszor verik szét a játékokat. Tehát fiatal suhancok verik szét a játékokat. Nagyon-nagyon nagy költségű játékok. Ha jól emlékszem, ennek a Dózsa-György utcai játszótérnek ilyen 10 milliós, 18 millió forintos költsége volt, amikor megépítettük. És én azt gondolom, hogy ezt meg kell becsülni, és akik használják, a gyerekes szülők, kisgyerekes szülők, vagy olyan normális gondolkodás szerint működő fiatalok, akik ezt a parkba bemennek, leülnek, beszélgetnek, tehát tényleg azt mondom, hogy mindenki számára elfogadhatóan használják, ezzel semmi gond nincsen. Azt nem szeretem, amikor mondjuk hívnak a lakók, hogy több fiatal éppen veri szét, próbálja az erejét, hogy meddig bírja az adott játék. Egy idő után biztos, hogy el fogja engedni magát, de hát ez óriási pénzbe kerül ezeknek a rendbetétel. Arról nem is beszél, hogy nagyon sok gyereknek és gyerekes szülőnek pedig fejfájást és fájdalmat okoz, hiszen nem tudják használni megfelelően a játszóteret. Hát én kérem szépen mindenkinek annak a segítségét, aki ezt látja, hogy jelezze a rendőrségnek, a városőrségnek, városgondnokságnak, vagy akár a közterületeseknek, mert én azt gondolom, hogy ezeket az elemeket ki kell emelni, ezeket a fiatalokat, és én azt gondolom, először jó szóval mindenképpen arra kell rávezetni, hogy ezt ne csinálják, és inkább segítsenek ezt megtartani, mint tönkretenni ezeket az állapotokat. Hosszú távon a megelőzéshez nem lenne jó és hatékony megoldás, a bekamerázás? A kamerázás működik Török Bálinton, nagyon sok esetben már komoly eredménye is volt a különböző bűnesetekben, de gyakorlatilag minden területre nem tudtunk első körben kamerát telepíteni. Azt gondolom, hogy ennek a területnek is lesz kamerája, vagy mondhatom azt is, hogy lehet, hogy már van kamerája. Tehát most inkább ezzel csak azt mondom, hogy ezt most én sem tudom, de mondjuk ez nem igaz, tudom, hogy van kamerája. Tehát ami későbbiekben történik ezeken a területeken, az annak igenis lesz felelősségre vonása. Csak próbáljuk nyilván ezeket a dolgokat úgy kezelni, hogy valóban legyen értelme annak, hogy a kamerákat felszereltük, hiszen hogyha valaki ezeket nem tudja és úgy viselkedik, hogy az, ahogy az nem megfelelő, akkor ezt ki tudjuk emelni, ezeket a problémás
embereket, fiatalokat, és mondom, ennek a területnek is a figyelmét, vigyázását most már az kamerákra bízzuk.